Bár még csak nemrég hirdették meg a Széchenyi István Technikumban a pincér tanfolyamot, már most látszik, hogy a februári csoport hamar meg fog telni. A koronavírus járvány jelentősen megviselte a vendéglátóipart, ebből azonban az oktatásban semmi nem érezhető. Sőt, inkább fordított tendencia figyelhető meg. Érdekes a dolog, mert most mindenki azt gondolja, hogy ugye padlomban a vendéglátás, idegenforgalom, de jelen pillanatban mi ezt úgy érzékeljük, hogy körülbelül egy 2-3 hónap múlva itt óriási kereslet lesz ezzel kapcsolatban, tehát hogyha itt ténylegesen az oltások befejeződnek, illetve a járvány visszaszorulóban lesz, abban a pillanatban ezek a vendéglátó vállalkozások újraindulnak, és rengeteg embert föl tudnak majd venni. A Kecskeméti Szakképzési Centrum számos olyan szakmát kínál a felnőtt képzésen gondolkodóknak, amelyek nem csak biztos megélhetést, de mobilis tudást garantálnak. A vendéglátáshoz kapcsolódó szakmák mellett ilyen például a Gróf Károlyi Sándor Technikum logisztikai technikus képzése is. Az érdeklődők, jelentkezők azért választják gyakran a Károlyi Technikum képzéseit, mert olyan képzések indítása jellemző intézményünkre, amelyek nem csak Kecskeméten és vonzás körzetében, hanem országosan is keresettek. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan felnőtt képzésben résztvevő van, aki munkahelyét, pályáját illetően váltáson gondolkodik. Az intézménynek nagy múltja van a felnőtt képzés terén, ami nem csak az oktatás minősége miatt fontos. A felnőtt képzésben végzők munkaerőpiacon való elhelyezkedésének mutatói kiemelten jók, hangsúlyozta Rickó Eleonóra. Ebben nagyon nagy szerepet játszik, hogy az intézmények jó kapcsolatot ápolnak a duális képzésben résztvevő cégekkel. Az oktatásban résztvevők szakmai idegen nyelvet is tanulnak. Azonban a Kecskeméti Szakképzési Centrum kínálatában több ingyenes nyelvi kurzuson is részt vehetnek a tanulni vágyók. A Kecskeméti Szakképzési Centrumnak egy olyan ajánlata van tulajdonképpen, ami arról szól, hogy egy 120 órás nyelvtanfolyamot ingyen tudunk biztosítani 16 és 65 év közötti embereknek, még az a kitétel, hogy ne legyen felsőfokú végzettségük. Levicki Cyril kiemelte, mivel ez a lehetőség egy pályázatnak köszönhető, a nyelvtanfolyamokra érdemes minél hamarabb jelentkezni, hiszen a helyek száma korlátozott. A kancellár is megerősítette, a járványhelyzet egyértelműen rávilágított arra, amit a szakképzési centrum is vall, hogy a legéletképesebb taktika az, ha képezzük magunkat,